Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szabó Attila részére az idősúgy területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként az Idősekért díjat adományozza. Budapest 2019. október 2-án professzor dr. Kásler Miklós miniszter. Kedves igazgató úr, kedves képviselő úr, kedves Szabó Attila, a Turkeve televízió nézői nevében nagy szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, az Idősekért díjhoz, mondja ezt egy idősödő riporter. Úgyhogy nagy szeretettel gratulálok, amint hogy ahhoz is, hogy október 13-án a városlakók úgy döntöttek, hogy Szabó Attilának ismételten helye van a Városképviselőtestületében. Ehhez is szívből gratulálok, és sikeres, örömteli munkát kívánok. És aztán, amiért még ezen kívül a Turkeve Televízió meglátogatta az intézményt, mindaz, amiről beszélgetni fogunk. Ez egy folyamat. És ezt a folyamatot most semmi sem akasztotta meg, csak egy nagyon kellemes epizód történt ezzel a díjjal, az Idősekért díjjal, hiszen az intézmény vezetője volt eddig is Szabó Attila, képviselőként, önkormányzati képviselőként, ez a folyamat megy tovább. Én most arra kérem, hogy arról tájékoztassa a televízió nézőit, hogy az intézmény jelenlegi helyzetében milyen feladatok állnak az intézmény előtt, milyen terveik vannak. Egyáltalán mi újság a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthonában most 2019. november elején? Először is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a turkevei lakosokat és a kedves televízió nézőket. Mindenkinek meg szeretném köszönni azt a támogatást, azt a biztatást, azt a segítséget, amelyet én kaptam az eddigi munkám során és a képviselői mandátum elnyerése során. Ugye, ahogy elhangzott eddig is, hogy az Idősekért díjat megkaptam. Ez egy csapatmunka. Nagyon sok év munkája, és nagyon sok segítség van benne, és azoknak is szeretném megköszönni, akik ehhez hozzájárultak, akár turkevei lakosként, kollégaként, családtagoként, ismerősökként, barátokként. Akkor tudtam megkapni ezt a díjat, azon által, hogy megkaptam ezt a segítséget, önmagam nem tudtam volna ezt elérni. Nagyon jó és felemelő érzés volt ezt a szakmai elismerést megkapni. Az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható díjról van szó. Ebbe a kategóriába, az Idősekért kategóriába egy évben 8 díj adományozható, és ezt 6-an vettük át ebben az évben. Igen, patinás helyen, a budapesti Vigadóban, gyönyörű, szép, ünnepélyes keretek között vehettem át professzor Kásler Miklós miniszter úrtól. Ez, ahogy tetszett is említeni, egy lépcső, egy állomás ebben a hosszú szakmai folyamatban, hiszen elég régóta, már több mint 20 éve állok az intézmény élén. Több kisebb-nagyobb fejlesztésekkel, jövőben mutató tervekkel és gondolatokkal. A jelenlegi helyzet úgy áll, hogy két telephelyen működünk, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás fenntartásában, de turkevei tulajdonként működik az intézmény, és sok fejlesztés előtt állunk. Nagyon nagy igény van az ellátásra, ugye egyre több a rászoruló, egyre több az idős, nem csak Turkevére vonatkoztatnám ezt a dolgot, eleve az európai társadalom, azon belül meg Magyarország is sajnos az elidősödő társadalmak között van, ez egy borzasztó nagy kihívás mindnyájunk számára, külön politikai stábot kell erre összeállítani a jövőben, hogyha ezt megfelelően tudjuk kezelni. Ez kihat mindenre. Ha úgy veszük a kereskedelemtől kezdve, a bármilyen egészségügyi szolgáltatás, akár gyógyfürdő szolgáltatástól kezdve bármire. Mi erre a folyamatra kívánunk felkészülni. Elkészítettünk egy igen hosszú távra szóló koncepciót, egy 20 éves koncepciót, amely meghatározza az intézményünk fejlődési pályáját. Ennek
már korábbi állomása volt egy nagyobb fejlesztés, a Levendulaháznak a létrehozása, ami betölti a funkcióját, és modern körülmények között nyújt lehetőséget arra, hogy az idősek itt idősebb napjaikat eltöltsék nálunk, megfelelő gondoskodó környezetben, de családias jelleggel. A következő állomás egy úgynevezett férfi lakrész, egy férfiszány létrehozása lesz, amelynek az építésügyi hatóság által jóváhagyott kiviteli tervei már a kezünkben van rendelkezésre, és az épület megvalósításához szükséges forrásnak a fele is rendelkezésre áll. Most a másik felét keressük, akár pályázati, vagy bármilyen jellegű támogatást is igénybe szeretnénk venni. Én a szaktárcához szeretnék elmenni, hogy segítsék ezt a fejlődést, és bármiféle támogatást is nagyon szívesen fogadunk. Én bízok abban, hogy a munkám elismerésének a hozadékát itt tudom kamatoztatni, és valamilyen pozitív elbírálásban részesülünk mi az intézmény is, és a település is. Ez egy állomása a fejlesztési dolgunknak, egy 9 főből álló kis apartmanrészt szeretnénk létrehozni itt a fiószány keretén belül. Azt valljuk, hogy a családias környezetben a kisebb lakórészek, és a kisebb lakórészek fejtik azt a hatást, amit egy kisebb családi környezet, nem pedig a nagyobb intézmény részek. Ennek még az az előnye is van, hogy kisebb létékben tudunk fejleszteni, hogyha van pénzünk, akkor ezt megvalósítjuk, és akkor léphetünk a következő lépcsőre. Nem kell összegyűjtenünk sok-sok milliárd forintot arra, hogy egy nagy komplexumot létrehozzunk, hanem kisebb léptékben is tudunk fejleszteni, hiszen az a sok milliárd forint az egyelőre távlati cél. Ez lenne a következő rész, és ennek a koncepciónak a további része. Szeretnénk egy ápolási részleget, egy hospice részleget, és több kis gondozási apartmant létrehozni. Belakjuk a telket az építésügyi előírások szerint, hogy jogszabály szerint működjünk. A fejlesztésünk hosszú távra a konyhafejlesztésre és kiterjedés a mosókonyhafejlesztésre. Szeretnénk szolgáltatásokat bevezetni mind az étkeztetés, mind a mosodaterén, és ahogy már korábban is említettem, a legnagyobb kiadásaink között szerepel a béren kívül az energiaköltségek. Minél jobban szeretnénk környezettudatosan is működni, és nem utolsó sorban a saját kasszánkat kímélni a nagy kiadásoktól. Energetikai beruházásokat tervezünk, amelynek egy része lezajlódott egy nyílászáró cserével. A jövőben pedig a tetőszerkezetet szeretnénk kicserélni, hiszen már elhasználódott, és a földrémszigeteléseket és a falszigeteléseket. Ennek már látszik, hogy az alapja körvonalozódik, már ajánlatokat kértünk be, és ha minden igaz, akkor a pályázati lehetőségeknek az önereje is esetleg rendelkezésre állhat. Igen, ezek valóban nagyon remek elképzelések, és hát a megvalósulás útján haladnak már ezek. Egy kérdésem közben megfogalmazódott, az idősek száma növekszik, szaporodik, és ahogy említette, ez bizony nagyon sok területen újabb feladatok elé állítja a döntéshozókat. Én most azt kérdezem, hogy mennyi a várakozási idő, hogyha valaki szeretne az idősek otthona lakójává válni? Ha valaki úgy dönt, hogy saját magát ránk bízza, és itt szeretné leülni idősnapjait, vagy pedig önhibáján kívül olyan egészségállapotba került, hogy
rákényszerül az ellátás igénybevételére, akkor úgy kezdődik a folyamat, hogy egy kérelmet kell beadni, és a kérelem elbírálásra kerül. Várakozni kell, mert van várakozó lista, ez 40-50 fő közötti létszám állandóan változik, és fél évtől egy éves időtartamig kell várakozni. És mi még nem is vagyunk azon intézmények között, van olyan intézmény, ahol másfél-két évet kell várakozni. Ha valaki bekerül, és elbíráljuk a gondozásra való jogosultságát, amit előír nekünk a vonatkozó jogszabály, akkor bekerül, és elhelyezzük a neki legmegfelelőbb rétegű elhelyezési szinten. Ugye van olyan részlegünk, amely inkább a sajnos szellemi vagy fizikai betegségben szenvedőeket helyezzük el, az nevezhetjük ilyen demens részlegnek, vagy ápolás részlegnek, és van egy olyan részlegünk, amely a jobb állapotban lévő időseink, a fentjárók vannak, és az ellátásért pedig nem kell egyszeri beugró díjat fizetni, nincs külön díj, a havi díjat kell fizetni, természetesen bármilyen hozzájárulást vagy felajánlást az intézmény nagyon, nagyon szívesen vesz. Ugyan itt meg kell azért említenünk, hogy vannak olyan esetek, aki nem tud, alacsony jövedelme miatt nem tudja megfizetni a gondozási díjat, akkor a jogi kötelezettségeinkből kifolyólag kénytelenek vagyunk egy vagyonvizsgálatot végezni, és ha olyan helyzet adódik, akkor ingatlanra való átáblázást is. Erre több számos példa volt már. Idősek otthona, ugye? Az intézmény rövid neve, és hát az otthon nagyon jól tudjuk, hogy mi mindent jelent minden ember számára. Én azt szeretném, hogyha most felvázolna egy képet, amit sokan ismernek egészen biztos Turkeve városában is, de most egy kicsit rajzoljuk újra ezt a képet, hogy mitől lesz egy idősek otthona igazi otthonává azoknak, akik itt élik a mindennapjaikat. Első sorban is ugye azt el kell mondani, hogy az otthont nagyon nehéz, és a családi köteléket nagyon nehéz pótolni, de mi minden igyekezetünkkel azon vagyunk. Olyan kollégáim vannak, olyan személyek dolgoznak itt, akik ezt hivatásul választották, tehát egy nem is hivatás, hanem küldetésként választották ezt a pályát, mert nem a meggazdagodás reménye tartja őket, a bérek sajnos nem olyan túl magasak, viszont szívvel, lélekkel mindent beleadnak, hogy az itt lévő idős emberek megkapják mindazt, amit a családban megkapnának. Amit tetszett kérdezni, ide tartozik a megfelelő környezet, a közösségépítés, a rendezvények, a különböző összejövetelek, az állandó törődés, gondoskodás. Itt nem csak az egészségügyi ellátásról van szó, vagy bármilyen betegség gyógyításáról, hanem egyáltalán arról, hogy törődve van az idősekkel, mindenkihez van egy jó szava minden dolgozónak, ha problémája van, akkor lehetőség van négy szem közti beszélgetésre, vagy családtagokkal történő beszélgetésre. Egy a közösség építő erejét és a valahova tartozásnak az erejét használjuk ki. Mindenki a saját személyiségével dolgozik itt, és itt olyanok vannak, olyan kollégák, akik, ahogy már említettem, élethivatásul választják. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy nagy családként működünk, és ez tényleg így van. Nem is vagyunk annyira nagyon nagy intézmény, de én ezt tartom jónak, hiszen valóban családként működhetünk, jóban, rosszban együtt vagyunk a hétköznapokban, mindennapokban. Számos programunk zajlódik az intézményben, amit próbálunk az idősek igényeihez, és mindenféle dolgaihoz, napi életritmusához igazítani. Mindenféle olyan dolgot támogatunk, vagy megvalósítunk, ami közösségé formálja az itt lakókat, mint nagy család, mindenféle közösségteremtő, legyen az kisebb vagy nagyobb rendezvény is. A társadalmi ünnepeken kívül meg szoktunk ülni minden olyan dolgot, ami összehozza az időseket és a mindennapjaikat aktívvá, tartalmassá és
élhetővé teszi. Szoktak lenni kisebb rendezvényeink, például a nagyobbak közt említem a családi napot, az idősek napját, az anyák napját, a nők napját, stb. De szoktak kinti bográcsozásaink, szalonnasütés, amit szeretnek az idősek, közösen sütünk süteményeket, szoktak kézműveskedni, generációs találkozót is szoktunk szervezni, amikor rájönnek az iskolából a gyermekek, és akkor közösen készítenek kézműves termékeket, vagy kézműves dolgokat. Ez összehozza a generációkat is, ami a mai világban nagyon fontos. Ennek nagyon nagy hiányát látom. Több ilyen dolgot kellene szervezni, akár a mi szintünkön is, vagy városi szinten is. Örülök, hogy a városban kibontakozik egy új közösség szerveződő kezdeményezés, alulról jövő kezdeményezés, és ebben mi is részt szeretnénk vállalni. A mi időseink is fontosnak tartják azt, hogy megfelelő módon ünnepeljük a karácsonyi várakozást, az adventet és a magát a karácsonyt. Mindenképpen hozzá szeretnénk járulni a kézműves dolgainkkal, díszeket fogunk kivágni, karácsonyfa díszeket, ablakdíszeket, és ha minden jól megy, akkor a konyhánk is mézes kaláccsal fogja meglepni a karácsonyi várakozást, a karácsonyi falut. Fontos ellátásunk az idősek bentlakásán kívül az idősek klubja, ami nagyban felöleli azokat az időseket, akik még nem szorulnak bentlakásos ellátásra, jó magabírók, saját otthonukban laknak, de magányosak, vagy egyáltalán kortársi közösségre, vagy barátokra, vagy társakra vágynak. Ezen belül működtetjük az idősek klubját, az ilyen ellátásunk, ami megfelelően lefedi ezt a dolgot. Az idősek klubjába bejárnak az időseink, itt állandó gondozás alatt, felügyelet alatt vannak, vérnyomásmérés, vércukormérés, egészségügyi felméréseket végzünk, ha kell, akkor egészségügyi ellátást is biztosítunk a számukra. Géperművel hordjuk be igény szerint, reggel behordjuk őket, és délután pedig hazavisszük, biztosítjuk nekik a ruhamosatást, vagy akármilyen textilmosást térítésmentesen, és lehetőség van étkezésre, reggelire, ebédre, ezen belül pedig háromféle diétára. Nagyon szimpatikus ellátás, és már ennek is közösségformáló ereje van, hiszen sajnos azt tapasztaljuk, hogy az idősek magukra maradnak, mivel Turkeve mindig is népességleadó település volt, ezt mondhatom így, sokan elmennek, sokan itt hagyják a szüleiket, és ezek a szülők ugye magányosak maradnak, vágynak egy olyan társaságra, ahol tényleg családként élhetik, családtagként élhetik meg a mindennapjaikat. Hányan vannak most azok, akik az idősek klubjába jönnek naponta? 25-30 fő van, aki bejár, ugye nem mindenki jár be minden nap. Van olyan idősek klubja tag, aki egy héten csak egy napot jár be. De itt is aktív programok szoktak lenni. Az idősek bentlakásos ellátásával együtt működve. Én nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondott nekünk az intézményvezető úr, és azt kívánom, hogy a jövőben ezek az elképzelések váljanak valóra, minden itt lakó, és minden itt dolgozó, és hát egy kicsit tágítsuk a kört turkevei városlakók örömére, mert hiszen ha azt tudjuk, hogy az idős emberekre odafigyelnek, hogy törődnek velük azok, akiknek ez a hivatása, akkor egy kicsit valahogy a mi szívünk is megtelik örömmel. És egy Vörös Marti gondolattal zárnám ezt a beszélgetést. Vörös Marti azt mondja, hogy a múltat tiszteld, és a jelent vele közd a jövőhöz. Én ehhez kívánok önöknek sok munkasikert, örömet. Köszönöm szépen, én is örültem, hogy számot adhattam, és hogy bemutatkozhattunk az idősek klubja, az idősek otthona és az intézmény dolgozó, és jó magam. És köszönöm szépen ezt a lehetőséget.